uraim, kedves múzeumbarátok! Örülök, hogy egyáltalán ennyien összejöttünk ezzel a kiállítás megnyitón. Nem gondoltam volna, hogy olyan elképesztő konkurenciánk támad. Egyáltalán nem tudtam róla, mint ami a szomszéd éppen ebben az időben kezdődik. Ezért is külön öröm, hogy ennyien összejöttünk, és megtiszteltek minket a kiállítás megnyitón való részvétellel. Külön köszöntöm Szászi András urat, a Kiskörösi Úttörténeti Múzeumnak a vezetőjét, aki egy igen mozgalmas nap után érkezett ide, ugyanis ma van a közlekedési kultúra napja, és hát azt hiszem, hogy egy úttörténeti múzeumnak ez egy központi téma, és igencsak oda kell tennünk magukat ezen napon, és meglehetősen fárasztó nap után van, András. És egyébként pedig azért őt hívtuk meg, ő nyitja meg a kiállítást, mert mivel ez a kiállítási anyag is a Kiskörösi Úttörténeti Múzeumnak az anyaga, és köszönjük, hogy megkaphattuk, és mi is kiállíthatjuk. Azt hiszem, hogy aki figyelemmel követi a mi múzeális intézményünknek a nagyképűen úgy mondhatnám, hogy kultúrpolitikáját az évek folyamán, akkor észreveti azt, hogy próbáljuk a kulturális kört egyre inkább tágítani, a kultúra minél szélesebb és színesebb szegmensét szeretnénk bemutatni a múzeumban. Tavaly például volt itt télen a virágkiállításon a Kiskunsági Nemzeti Park mutatkozott be, illetve Kovács Sándor a természetfotóival. Ezzel a múzeum a természetvédelem felé nyitott. Most pedig ezzel a kiállítással az utazás felé nyitunk. A helyi, magyarországi és a világ utazás felé nyitunk, és ez lenne az én elképzeléseim szerint a nyitó rendezvény ennek a reményeim szerint programsorozatnak, amely ebben az évben majd remélhetőleg megvalósítjuk. A magára a kiállítás létrejöttél, csak egy pár mondat, egy kis személyes ízt is belevíve, hogy még a télen Sendula Zoltán egy jazz estjén találkoztunk Andrással, ugye az ismerettségünk már régi, és ő akkor ajánlotta fel, hogy hát van egy nagyszerű kiállításuk, és akkor ezt, ha szeretnénk, akkor be is mutathatnánk, és akkor én természetesen azt mondtam, hogy nagyon is szeretnénk bemutatni, nagyon örülünk ennek a felajánlásnak. És akkor így elindult a maga útján, és mára meg is valósult ez a kiállítás. Egy következő gondolat, hogy a héten indult el a Közösségek Hete programsorozat, hétfőn engem is Andrásik meghívtak erre a nyitó rendezvényre, amely hol máshol lett volna, mint a Kiskörösi Úttörténeti Múzeumban az országos nyitó rendezvénye, és ehhez annyit szeretnék fűzni, hogy sajnos mi, már mint a Keceli Múzeum, egyelőre még nem csatlakozott, az országban 800 intézmény csatlakozott. Ez, amelynek az a célja, hogy megmutatni a helyi településeken a különböző közösségi szerveződéseket, és ezeket megmozgatni, illetve általuk megmozgatni az adott közösséget. Nem tudtuk idáig csatlakozni, mert egyszerűen az energiánkból nem futja. Egyelőre nem bírunk mindenféle kezdeményezéshez csatlakozni. De egy jó dolgot szeretnék mondani, hogy nekünk van a múzeumunknak egy jelmondata, amely most már évek óta szerepel a plakáton, amely így szól, hogy a közösség élménye.
a közösség élménye. Így azt mondhatom, hogy mi arra törekszünk, hogy nem csak egy héten, hanem egész évben közösséget szervezünk, és a közösség élményét próbáljuk létrehozni minden egyes kiállítással, és nem csak kiállítással, hanem minden egyéb rendezvényünkkel is. És ahogy éppen András mondta, a hétfői ünnepi beszédében, hogy ahogy hallottam, hogy az Úttörténeti Múzeumban is, hogy micsoda rendezvények vannak, hogy ilyen a színi társulat, a bábosok, akkor ugye a jazz este minden hónapban tartanak, egészen elképesztő kulturális élet folyik ott. Hát ennyit szerettem volna a bevezetőkben elmondani, és akkor most kérném Szászi András urat, hogy tartsa meg a megnyitó beszédét. Köszönöm szépen. Előjáróban csak annyit, hogy nem egy nehéz napon vagyunk túl, hanem egy nehéz héten, amit már jó pár hónappal ezelőtt elkezdtünk szervezni, de hétfőn volt valóban ennek a nagy országos rendezvénynek a megnyitója nálunk, megtiszteltek, mert mi már a tavalyi évben is egy egész heti programmal részt vettünk, és most is hétfőn megvolt a nagy országos megnyitó. Kedden már várostörténeti sétát rendeztünk, és ugye a vége nálunk a múzeumba fejeződött be, és ezt némi szerénységgel, de örömmel és büszkeséggel kell mondanom, hogy ebbe az évbe elnyertük a múzeumi rangot, ugye eddig szakgyűjtemény voltunk, és több éves munka után, tehát mert ugye vannak kasztok és rangok, és ezt úgy lehet mondani, hogy egyen magasabb osztályba léphet. Tehát raktárakkal, mindennel elértük, úgyhogy nagy tortával ünnepeltük meg a séta után. De szerdán már egy félmegyére való történelmi versenyt rendeztünk, ugye program keretébe a helyi történelem tanárokkal. Csütörtökön akkor nyílt napunk volt, akkor a nyugdíjasok jöttek hozzánk, és pénteken megint egy nagy egész napos nap, ahol sok iskola, sok óvoda, rendőrök megjelentek, mindenféle szimulátorok megjelentek, és hazamentek, és én most már itt vagyok. De ez a nap még nem ér véget, mert én, ha itt befejeztem, mint zenész, mint ugye kiderült, hogy nálunk jazzklubok is vannak. Nem nálunk van a jazzklub, de az Imperial Hotelbe zenélni fogunk este, úgyhogy innen én majd sietek, rövid lesz a beszédem. De ez egyelőre csak a bevezető volt, és még semmit nem mondtam. Most kezdeném el akkor a megnyitó beszédemet, és nagyon örülök, mert pont balra tőlem van egy olyan idézet, és akkor hagyj kezdjem ezzel, ami az én egyik kedvencem. Ugye én útépítő vagyok, utas vagyok, szeretek utazni, ezért választottam többek közt ezt a szakmát, mert szabadba lehetek télen, nyáron, és ez nagyon jó. Így szól Adam és Anna idézete, hogy minden út visz valahová, lehet, hogy jó felé, lehet, hogy nem. De mindenkinek el kell indulni valamerre. És ez egy nagyon jó idézet, aki esetleg nem tudná, ugye ő szövegíró volt, ez egy LGT dal. És akkor már ott is vagyunk, hogy hogyan készült ez a kiállítás. Ugye, mint mi utas múzeum, mert már rendeztünk, már 20 éve vagyok körülbelül itt Kiskörösön a múzeumban, római utakat, reformkori utak, ilyen utak, mindenféle utakat, és ezen gondolkoztunk, hogy lehetne valami mást, ami út, mégiscsak izgalmas, általános, mindenkit érdekel, kicsiktől, nagyoktól kíváncsi lehet, és ekkor jött az ötlet, kolléganőnk vetette fel, akinek a testvére készítette egyébként ezeket a fotókat, hogy mi lenne, ha kicsit elrugaszkodnánk a műszaki létünktől, ugye én, mint útépítő ember, azért én úgy abba vagyok, nyissuk ki a teret, és az utakról csináljunk egy olyat, az útról, utazásról, úton levésről, amihez kell az út, amit mi csinálunk, mint útépítők, de egy kicsit az irodalomba, kicsit a művészetekbe, a fotoművészetbe, tehát egy más dimenzióba átlépve készítsünk egy ilyet. Mindenkinek nagyon tetszett az ötlet, és neki álltunk, tehát a kolléganőm testvére, kis Robert, ugye az Anita testvére, ő egy olyan multivilágcégnél dolgozik, hogy ő repülővel két havonta járja a világot, és Afrikától Amerikáig, mit tudom, mindenütt megjelenik, és ő ugyan nem profi fotós, de hát látszik a képekből, hogy ő az az amatőr fotós, mint amilyen amatőr zenészek mi vagyunk, aki nagyon szeret és a legjobbat igyekszik kihozni magából. Így idehaza is, amerre kirándul és csavarog, és ahova a világ elveti, ha teheti,
Afrikától kezdve azonnal fényképezés, itt vannak az eredményei, és ehhez a kollégáimmal nekiültünk, mindenki hozta a kedvenc idézeteit, aztán jött az internet, aztán jöttek a könyvek, aztán jött a könyvtár, volt, hogy 600 idézet, és elkezdődött, hogy akkor kiválasztottunk 25 képet, na most akkor 600-ból 25 kell. És akkor mit tudom én, az út időtlenségéről, hú, van már 25, ezt húzzuk ki a 26-at, és így fogytak, és keményen a képeknél is megküzdöttünk, aztán jött, hogy a képekhez próbáltuk az idézeteket, és elkészült ez a kiállítás. A kiállítás így készült, de még mindig vissza az útra, és lehet, hogy ezzel kellett volna nekem kezdenem, hogy ugye az út, az útonlevés az egyidős az emberiséggel. Tehát nem lenne civilizáció, ha nem találkozik az ember mással, nem cserél gondolatot, nem cserél kultúrát, nem cserél árut, bár sokszor ugye a katonák is ezen vonulnak, és azért nem csak árut cseréltek, hanem bizony kemény háborúk is voltak, de ez mind-mind annyira hozzátartozik a civilizáció létéhez, hogy észre se vesszük, hogy mind megyünk, csak ha kiállítást csinálunk, akkor tudjuk azt megtenni, hogy lám-lám, és kitesszük a cirilbetűs kis könyvet, hogy 56-ban, mikor jöttek az oroszok, bizony az útkaparók kaptak cirilbetűs könyvet, hogy ezt az embert ne vigyék le, ne lőjék le, mert kell a hadseregnek, hogy meglegyenek az utak. De ez minden korra igaz egyébként, tehát, hogy nehéz szakma volt, de viszont utasnak lenni az egy szép dolog volt. Tehát a kiállítás is igazából erről szól, tehát, hogy ahogy láttam, tehát a mi tematikánk más volt, de ez egy nagyon jó, ezért jó egy kiállítás, ami időtlen, mert ez nem korhoz, nem egy eseményhez kötött, ez bárhol, bármikor bemutatható, és ugye ez tavaly volt nálunk időszaki kiállítás, de a tavalyi évben ez már megjárta, Egerbe volt az útügyi napok, ott volt kint egy hétig, készülünk vele Ópusztaszerre, ahol ugye van útkaparóházunk, itt most köszönjük, hogy itt is kiállíthattuk, és ez maga annyira jó kis kollekció, hogy bármikor, bárhova kiállítható, mert aki kicsit nyitottan jár az úton, nem csukott szemmel, akkor az szemének, mint képzőművészet, mint fotók, a fülének, ha mondják neki, akkor ezek az idézetek, de próbáltunk tehát a magyar és a világirodalomból olyan idézeteket hozni, de vannak azért fiatal kollégáink, hozzáteszem. Tehát ha valaki végigolvassa az idézeteket, azért van az Avatárból is idézet, ugye a menő földolgozott könyvből, tehát azért nem ragaszkodtunk mi igazából a nagy és klasszikus nagyokhoz, mert ez az izgalmas az útba, hogy kis helyekre is vezetnek utak, és mégis milyen szépek lehetnek. Úgyhogy én nem is nagyon szeretnék sokat beszélni, én úgy gondolom, hogy végig kell olvasni az összes idézetet. Én már rég olvastam én is őket, de itt most olyan jó volt Széchenytől kezdve megnézni, hogy azért mindenki írt szinte az útról, és most ennek kapcsán eszembe jutott, hogy lehet, hogy ez a mi feladatunk lesz. Van egy öreg nyugdíjas hidász kollégánk, egy nagy kutató írt vagy 30-40 könyvet, és én el voltam hűlő, a kezembe nyomta a legújabb szerzeményét, egy kis alakú könyv, mint 150 oldal, és az a címe, hogy Hidak a művészetben. És ő összeszedett egy csomó irodalmi idézetet, gyönyörű képeket, amiket festettek hidakról, és mondta, hogy ez körülbelül a tizede az egésznek, ez csak egy válogatás. Úgyhogy lehet, hogy ezt nekünk is meg kell tenni az utakról, hogy így összeszedünk ilyen irodalmi idézeteket. Hát az a baj, hogy a híd, mint egyedi és szép műszaki alkotások, hát azt nagyon szeretik festeni a festők, mert azért látványosak. Hát bizony utat, akár makadám, akár beton, akár földút, hát ezt kevésbé. Tehát ezt nem nagyon szeretik festeni, mert nem tudnak vele mit kezdeni. Sajnos a festők, én tudnék mit kezdeni, de nem tudok festeni. Úgyhogy, de volt olyan, hogy rábeszéltem festőt, hogy gyere el, és ezt úgy fest le nekem. Egy szép domb, egy ilyen gyönyörű régi vasbeton korlátokkal. Ami fotón ugye könnyű és nagyon jó mutat, de egy festő önmagától nem jut el oda, hogy ez neki szép legyen, nekem szép volt. Tehát elkészült a kép, egyébként megvan. De majd összegyűjtjük, úgyhogy én most mindenkit arra biztatnék, és remélem, amikor véget ér ugye a szomszédban a nagy esemény, akkor átjönnek és hoznak. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm Szászi András úrnak, hogy eljött, megtisztelt minket, és megnyitotta a kiállítást. Én semmiképpen nem
akartam megfeledkezni arról, hogy gratuláljak a kiskörösieknek, a Kiskörösi Úttörténeti Múzeumnak, Szászi Andrásnak, hogy végre múzeum lett a szakgyűjteményből. Ezt gondolkoztam, hogy az elején mondom el, elején gratulálok, vagy utólag, de most igen, megelőztél. Úgyhogy mindenképpen megérdemlik, ugyanis éppen ez a hétfői megnyitó beszédben említetted, András, hogy milyen fontos egy múzeum, ugyanis ezt a Párkányi, ugye a Párkányi híd felújítással kapcsolatban említetted, hogy ez 2001 körül, vagy valahogy így újították fel, és eredeti állapotban akarták visszaállítani a hidat, és nem volt semmi dokumentáció, ami alapján ezt meg tudták volna oldani, hanem egy helyen mégis volt, és ez Kiskörösen a múzeumban. És akkor ez alapján nyitották meg, újították fel a hidat, és amit leszereltek, az ott van a Kiskörösi, egy darabja a Kiskörösi múzeumban, és így végre valahára eredeti állapotba vissza tudták építeni a Bárkányi hidat. Úgyhogy azt hiszem, hogy úgy gondolom, hogy nem akármilyen értékek vannak ott, és érdemes elmenni oda, megtekinteni a kiállításaikat. És akkor utoljára záró gondolatként, záró részként azért előre tekintenék a következő hétre, a következő heti rendezvényeinkre. Hát most már annyira sűrűn vannak rendezvények, hogy hetente újabb és újabb, azért így páran ezt csinálva, hát igen, megfeszített munkát követel. Jövő héten felhívnám a figyelmet a kedves látogatóink számára, illetve a tévé nézők számára, hogy jövő héten pénteken 17 órakor dr. Herman Robert történész egyetemi tanár fog előadást tartani Görgei, mint hadvezér, ezen a címmel. Ugye Görgei Artúr 200 éve született 1818-ban, és hát a szabadságharc bukása óta hát legalább 150 éven keresztül annyi mindent mondtak rá, hogy annyi mocskot szólt, bár bocsánat, hogy ilyen szót használok, hazaárulózták őt, aki azt hiszem, hogy a újkori, de lehet, hogy az egész magyar hadtörténet egyik legnagyobb alakja, és hát mint éppen Herman Robert egyik interjújából idézek, hogy ő nem a magyar szabadságharcban tábornok, hanem valahol máshol, Európában egy nagyhatalomnak a katonája, akkor valószínűleg a minden idők egyik legjobb hadvezérének tartanák őt. És nem mellesleg, amit szinte senki sem tud, valószínűleg az embereknek a 99,99%-a, vagy még kevesebben, hogy ő a magyar vegyészetnek, azt lehet mondani, az alapítója, és egy pár hónapos, vagy pontosan nem tudom, egy pár éves munkálkodása alatt olyan eredményt, értelen nemzetközi eredményt, kiemelkedő nemzetközi eredményt, rövid pályafutása, vegyészi pályafutása alatt, amelyet nemzetközi folyóiratban is publikált, hogy az abban a korban, és még később is, akár 50 évvel később is hivatkozási alap volt. Tehát azt hiszem, hogy méltó helyre kell őt helyezni a nemzeti panteonba, és úgy érzem, hogy most így a 21. század elején már elérkezett ez az idő. És mi is meg szeretnénk a magunk is lépésével, előadásával ezt tenni. A másik programunk pedig 20-án lesz vasárnap, Pünkösd vasárnapján. Tavaly már volt ilyen rendezvényünk, és iszonyatosan nagy sikere volt. Kecelnek a hírét azt hiszem, hogy
messze vitte, ugyanis akkor van a Kecelen a pünkösdi kézilabda kupa, de mi nem erre gondoltunk elsősorban, hanem hogy itt a pince már egy félig felújított állapotban van, és szerettük volna a nagy közönség számára megnyitni a pincét, és akkor ezért keceli borászoknak a boraiból borkóstolót szerveztünk a Keceli Múzeum barátok részére, de közben jöttek este felé, szállingoztak be itt a kézilabda kupáról is játékosok, edzők is. Hát volt olyan, aki azt mondta, amikor elment, igen, csak a késő éjszakában nyúló volt a távozása, vagy inkább már hajnal volt, azt mondta, hogy ilyen nem létezik, hogy Magyarországon, hogy van ilyen. És azt hiszem, hogy ő messze menően Kecelnek a jó hírét vitte. Tehát szeretnénk újra megszervezni a keceli borászoknak a borkóstolóját. Ugye ez a nyitott pincék pünkösdi bortúra keretében, ez egy országos mozgalom, és akkor mi ezzel csatlakoznánk. És most remélhetőleg még több borász fog bemutatkozni. Nem mindenki tud, sőt többségében sajnos nem tud személyesen eljönni, mert például Kiskörös lesz programsorozat a hétvégén, meg persze Szegeden is lesz egy borfesztivál, de a boraikat mindenképpen lehet kóstolni, és erre is szeretnék a múzeumbarátokat és minden érdeklődőt meghívni, és nagyon nagy szeretettel várjuk őket. Mind a két esemény 5 óra körül kezdődik, az előadás mindenképpen 5 órakor, a nyitott pincék pedig hát úgy tervezem, hogy 5 óra körül kezdődne el, tehát az szabadabb program, tehát nincsen kötve időponthoz. Akkor köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, köszönöm, hogy eljöttek, még egyszer köszönöm Andrásnak, hogy eljött és megtisztelt ilyen mozgalmas napon is minket, és köszönöm a Kiskörösi Úttörténeti Múzeumnak, hogy lehetővé tette ezt a kiállítást, és akkor hát akkor kérem, tekintsék meg a kiállítást, és szokás szerint borozgathatunk, és aprósíteménnyel is várjuk a vendégeket. Köszönöm.